Kerületkártya immár 5 éve működik az első kerületben. Volt egy felfutási időszak, és most egy kis olyan, de elmúlt 2-3 évben egy kicsit olyan visszaesésnek, pangásnak tűnt a kártya körüli helyzet, és ezért arra gondolt az önkormányzat, hogy korszerű módon újítja meg ezt a kerületkártyát, csipkártyával, illetve egyedileg azonosítható vonalkóddal látja el, és ennél fogva sokkal érdemibb és tényleges kedvezményeket tudunk majd kapcsolni ehhez a kártyához. Létrehoztunk egy honlapot, ez a honlap folyamatosan frissül, és a jelentkezők, a csatlakozók adataival kiegészülve bármikor visszakereshető, és évente egyszer egy ilyen kerületkártya katalógust is ki fogunk adni, és eljuttatunk az első kerületi háztartásokhoz. Ez annyiban több, hogy aki nem akarja magát hirdetni, reklámozni ebben a kiadványban, az ingyen bekerülhet a szolgáltatás típusával és a kerületkártya kedvezmény százalékával, de reméljük, hogy ebben ez egy érdemi tájékoztató hirdetési kalauz is lesz, amely felhívja a figyelmet az itt élőknél, hogy milyen helyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe. 15% kedvezményt tudunk adni, aki a kártyát felmutatja, és természetesen minden típusú képhez, minden típusú keretet tudunk ajánlani, könyveket árulunk, és minden egyes árulat nyilvánvalóan vonatkozik a kártya kedvezmény. Mi nagyon nagy örömmel csatlakoztunk ehhez az akcióhoz, hiszen tényleg az a szándékunk, hogy behívjuk a vári, illetve a kerületi lakosokat. Nem csak a turizmusnak próbálunk örömet adni, hanem a helyieknek is. Egy teljesen más külsejű kártyát bocsátottunk ki, ahol látszik ugye a Halász Bástya Mátyás templom képe. Itt a hátoldalán található az a bizonyos vonalkód, ami a mobil applikáció segítségével leolvashatóvá válik. Egyébként csippel is rendelkezik, tehát kártyaleolvasóval is fogjuk tudni működtetni. A vállalkozások és az itt lakók számára azt hiszem, hogy mérhetetlenül fontos ez a fajta közösség, ez a fajta család és összetartás, és a kedvezményeket azt hiszem, hogy jól fogjuk tudni kihasználni. We'll be right back.